Ahogy belegondolok, az ügy már a kezdetektől nyugtalanítóan furcsa volt. Már az idejét sem tudtam, mikor kaptam utoljára munkát. Vagy mikor álmodtam utoljára. Hello. Hello. Nem hallottam bejönni. Nem akartam megzavarni. Miben segíthetek? Maga detektív. Mit szeretne? Amikor a busz áthaladt a Tevistock téren, Husszein begyújtotta a hátizsákjában lévő bombát. A föld alatti London füst és félelem, eltorzult fém és csontszilánkok birodalmává vált. A sötétség, kétségbeesés és halál honává. Ez csak egy ponyvaregény elütni az időt. Bombákról olvastam. Gondolja? Nevekről. Azt akarom, hogy megkeresse. Hogy kit keresek meg? Precíz számadatokról. Mike Longshottot. Azt a fickót, aki ezt az izét írta. Igen. Olyan dolgokról, amelyek az én világomban soha nem történhettek meg. Azt hittem, nincs egyéb dolgom, mint megtalálni egy írót, aki bombákról és merényletekről ír. Egy olyan titkos háborúról, amelyben nincsenek katonák. Nem szereti a lányokat? Van itt egy jó hely, ahol lehet inni. Amennyire én látom, inni mindenhol jó. Meg kell keresnem Papadopulit. Nem láttam. Nem mentél fel vele soha a lakására? Nem tudom. Longshott. Bár soha ne hallottam volna a nevét. Ki az, aki a könyveket írja? Missing a cukrot. A kurvánál is jobban megy. Azt hittem, amit olvasok, az nem érinti az én világomat. Tévedtem. Igen, olvastam a könyveket. Már jó sok baromság van benne. Értem, feladat. Jobb életed volt korábban. Ha elakad, próbálja megkeresni Adamsen. Ki az a Mike Longshott? És ki vagy te? Osama Bin Laden. We are a war-man soldier. Ki az, aki a könyveket írja? Nem lenne szabad itt lenni. Egyikünknek sem lenne szabad.